Egy kis gyaloglással kezdünk, és akkor szépen mindenki a maga tempójában kocogással elkezdjük, és a bemelegítés végére egy kicsit már megpróbálunk élénkebben futni. Utána következik egy úgynevezett dinamikus nyújtás, majd egy futóiskola, ez a futóiskola, illetve ugró gyakorlatok, ezek fogják így a központi részét képezni a mai gyakorlatsornak. Aztán megmutatom az úgynevezett repülőfutást. Jól sikerült ez az első alkalom, úgyhogy elégedett vagyok. Nagyon összeszedettek voltak a színészek, én ezt vártam, mert nekik olyan életük van, hogy folyamatosan szerepelni kell, teljesíteni kell, úgyhogy számítottam rá, hogy nagyon összeszedettek lesznek. Hangsúlyoztam nekik, hogy persze nem kell a saját autentikus adottságaikat, futómozgásokat megerőszakolni, hanem egy ilyen önazonos, de harmonikus mozgásra tegyenek szert. Csináltunk különféle futóiskola és képességfejlesztő gyakorlatokat, és úgy látom, hogy tetszett nekik. Te szoktál futni? Nem. Nem? Hát én most kezdtem el. Kétszer próbáltam meg sportolni, egyszer a kezem törtem, aztán a lába. Én már az olvasópróbán mondtam, hogy én nagyon szeretnék futóedzésekre menni. Közelből a futópadon szaladtam meg aztán. Komolyan? Te hallgatsz zenét közben? Igen, hát. Aha. Aztán meg most már szabadba is tűnt.